Kézfertőtlenítést követően szájmaszkban és kesztyűben ragadnak kormányt az autóiskolák növendékei. Közel 3 hónap kihagyás után a koronavírus járvány miatt hozott intézkedések enyhítését követően ismét elindultak a vezetői képzések. Így az elmúlt hetekben újra találkozhatunk T-jelzéssel ellátott járművekkel a város forgalmasabb utcáin. Azt is figyelembe kellett venni, hogy jobban elfáradtak a tanulók az 50 percen belül, így, hogy szájmaszk volt rajtuk, hisz azért jelentősen azt a levegőt szívták vissza, amit éppen kibocsájtottak, ezért nem te fáradékonyabbak voltak, hogy én legalábbis ezt vettem észre az oktatás során, de mindemellett vállalták ezt a kellemetlenséget, mert már nagyon várták, hogy vezetessenek. Az autós iskola vezetője elmondta, a több hónapos kiesés sok tanulónak okozott nehézséget, őket újra fel kellett készíteni a forgalmi vizsgára. Hozzátette, habár a gyakorlati oktatás szünetelt, a korlátozások az elméleti képzést nem akadályozták. Május közepétől pedig már újra számot adhatnak tudásukról az autóiskolák növendékei, a megfelelő óvintézkedések, távolságtartás, szájmaszk és kesztyű használata mellett.